jelenléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva magasztaljuk mennyei jó atyánkat a 228-as számú dicséret első versének megjelentésével. A 228. dicséret első versét énekeljük. Jehova, csak néked éneklek. Megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten igéjét,
Ugyanígy írva található Mózes 4. könyvének 22. fejezetében, annak első 32 verszakában. Mózes 4. könyvéből olvasom az Úr igéjét, a 22. fejezetből, a hosszabb ige szakaszra való tekintettel helyünket elfoglalva hallgassuk Isten igéjét. Azután elindultak Izrael fiai, és tábort ütöttek Moab sírságán, a Jordánon túl Jerikóval szemben. Bálák Cipor fia látta mindazt, ahogyan Izrael elvált az emóriakkal. Moab nagyon megrémült a néptől, olyan sokan voltak, és megrettent Moab Izrael fiaitól. Ezért ezt mondta Moab népe Midján véneinek. Ez a tömeg úgy lelegel körülöttünk mindent, ahogyan a marha lelegeli a zöldmezőt. Abban az időben Bálák Cipor fia volt Moab királya. Követeket küldött Bálámhoz, Beor fiához, az Eufrátesz mellett lévő Betorba, honfitársainak a földjére, hogy hívják meg és ezt mondják neki, imely nép jött ki Egyiptomból, és már ellette a föld színét, és velem szemben telepedett le. Ezért jöjj el, átkozz meg ezt a népet, mert erősebb nálam, talán akkor meg tudom verni, és kiűzöm az országból. Jól tudom, hogy áldott lesz, akit te megáldasz, és átkozott, akit te megátkozol. Elmentek tehát Moab és Midján vénei, és náluk volt a varázslás díja. Megérkeztek Bálámhoz, és elmondták neki Bálám üzenetét. Ő ezt felelte nekik. Maradjatok itt éjszakára, és én beszámolok nektek arról, hogy mit mondott nekem az Úr. Moab vezető emberei ezért ott maradtak Bálámnál. Isten pedig eljött Bálámhoz, és megkérdezte tőle. Miféle férfiak vannak itt nálad? Bálám ezt felelte Istennek. Bálák, Cipor fia, Moab királya ezt üzente nekem. Egy nép jött ki Egyiptomból, és ellette a föld színét. Jöjj tehát, és verd meg rontással a kedvemért, talán akkor meg tudok vele küzdeni, és el tudom űzni. Isten azonban ezt mondta Bálámnak. Ne menj el velük, ne átkozz meg azt a népet, mert áldott az. Fölkelt tehát Bálám reggel, és ezt mondta Bálák vezető embereinek. Menjetek vissza a hazátokba, mert nem engedi meg az Úr, hogy veletek menjek. Moab vezető emberei fölkerekedtek. Visszamentek Bálákhoz, és elmondták, nem akart velük jönni Bálám. Ekkor Bálák még több és még tekintélyesebb vezető embert küldött azoknál. Ezek megérkeztek Bálámhoz, és ezt mondták neki. Így szól Bálák, Cipor fia. Ne vonakodj eljönni hozzám. Igen, gazdagon megjutalmazlak, és megteszek mindent, amit mondasz nekem. Csak jöjj el, és verd meg ezt a népet rontással a kedvemért. De Bálám ezt felelte Bálák udvari embereinek. Ha nekem adja Bálák a házát tele ezüsttel és arannyal, akkor sem szeghetem meg Istenemnek, az Úrnak a parancsát, és nem tehetek semmit vele szemben. De csak maradjatok itt is, itt is, ezen az éjszakán, hogy megtudjam, akar-e még valamit mondani nekem az Úr. Éjjel eljött Isten Bálámhoz, és ezt mondta neki. Ha azért jöttek ezek a férfiak, hogy elhívjanak téged, kelj föl, menj el velük. De csak azt teheted, amit én mondok neked. Fölkelt tehát Bálám reggel, fölnyergelte a szamarát, és elment Moab vezetőre. Isten azonban haragra gerjedt, amiért Bálám elment. Ezért odaállt az Úr angyala az útra, hogy feltartóztassa. Ő a szamarán ügetett, és vele volt két szolgálja. De a szamár meglátta az angyalát, ahogyan ott állt az úton, kivont karddal a kezében, ezért letért a szamár az útról, és a mezőre ment. Bálám ütni kezdte a szamarát, hogy visszaterelje az útra. Azután odaállt az Úr angyala a szőrök között egy mély útra, amelyet innen is, onnan is falszegélyezett. Amikor meglátta a szamár az Úr angyalát, odalakult a kőfalhoz, és Bálám lábát is a falhoz szorította. Ekkor újból megvert. Az Úr angyala tovább ment, és ismét megállt egy szoros helyen, ahol nem lehetett kitérni sem jobbra, sem balra. Amikor meglátta a szamár az Úr angyalát, lefeküdt Bálám alatt. Ekkor haragra gerjedt Bálám, és ütni kezdte botjával a szamarat. De az Úr beszédre nyitotta a szamár száját, és az így szólt Bálámhoz. Mit vétettem ellened, hogy háromszor is megvertél engem? Bálám így felelt a szamárnak. Mert csúfot üsztél belőle. Lenne csak kard a kezemben, meg is ölnélek. Szamár ezt mondta Bálámnak.
A te szamarad vagyok, rajtam utazó régtől fogva mindmáig. Szoktam-e ilyet tenni veled? Bálám azt felelte, nem. Ekkor az Úr megnyitotta Bálám szemét, aki meglátta az Úr angyalát, amit ott áll az úton kimond karddal a kezében. Bálám meghajolt és arcra borult. Az Úr angyala ezt mondta neki. Miért verted meg a szamaradat már háromszor? Azért jöttem, hogy feltartóztassalak, mert ellenemre való ez az út. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán. Hogy megteremhessük áldott és jó gyümölcseit, gyertek testvéreim fennállva, kérdődjük az Úr. Áldjuk és magasztaljuk szent nevedet, mennybéli jó atyánk. Köszönjük neked, hogy megtartottál bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy minden testi erőtlenségünk ellenére te erőt adtál ezen a mai reggelen is, hogy eljöjjünk ide, megszentelt házadba, hogy fültanúi lehessünk a te igédnek, hogy befogadhassuk azt, és épülhessünk szent lelked ereje által. Urunk, köszönjük különösen neked azt, hogy lelki erőtlenségeink ellenére te figyelsz ránk. Nem fordítasz nekünk hátat, hanem nap mint nap szent lelkeddel megajándékozol, tanítasz bennünket és vezetsz ebben a földi életben, hogy mindig és mindenkor a te akaratodat teljesítsük. Urunk, nem érdemeljük meg ezt a kegyelmet. És tudjuk jól, hogy nem is lenne miénk ez a kegyelem, ha Krisztus nem áldozta volna fel magát érettünk. Ezért legyen áldott Krisztus neve ezen a mai vasárnapon is. Zengje minden templom harangja, minden gyülekezet, minden keresztjén áldja és dicsőítse Krisztus nevét, amiért megváltott minket bűneinkből, amiért gyermekei lehetünk, és új emberként állhatunk színed előtt. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünket. Ajándékozz meg szent lelkeddel bennünket, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói lehessünk. Jézus Krisztusért kérünk, könyörülj rajtunk. Amen. Készüljünk az ige hallgatására és befogadására ének szóval. A 392-es számú dicséret első verszakát énekeljük. A 392-es számú dicséret első verszaka így kezdődik. Az egyháznak a Jézus a fundamentum. Segítségül hívásával kívánok hirdetni ezen a mai vasárnapon közöttetek. Írva található az imént felolvasott igeszakaszban, Mózes 4. könyvének 22. fejezetében, annak első 32 versében, melyhez most hozzáolvasom Pál apostolnak a római gyülekezethez írt leveléből a 12. fejezet első 2 versét, amely így hangzik. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat, élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Amen. Foglaljuk el. Ahogy lejöttem ide a ima teremhez, sokan azzal a kérdéssel fordultak hozzám, hogy mit tudok a katolikus plébánosról. Bizony az elmúlt héten minden felekezet, minden keresztény ember
lelki életét felborzolta a hír, hogy november 4-én a Váci püspök felmentette szolgálatai alól a csömöri katolikus plébános. Alig egy éve van itt Bokros Levente ezen a településen, és ebben az egy évben nagyon sok változás, nagyon sok újítás, nagyon sok áldást hozott, nem csak a katolikus testvérek életére, a gyülekezet életére, hanem nyugodtan mondhatjuk, hogy egész Csömör település életére nézve is. Értetlenül állunk az eset előtt mindannyian, hogy történhetett ez meg. Nem volt semmilyen előzmény, teljesen váratlanul ért mindenki ez a püspöki határozat. Nem csak a katolikus testvérek szívét, hanem talán a keresztények szívét is. Most az a kérdés hagyja át, hogy mit lehet tenni ilyen helyzetben. Mi a helyes magatartás? Mi az Isten akarata szerinti magatartás? Elengedni a lelkészt? Beletörődni egy püspöki határozatba? Elfogadni, hogy ez Isten akarata? Vagy esetleg harcolni érte? Petíciót írni, aláírásokat gyűjteni, szimpátia tüntetéseket szervezni, hogy itt maradjon, hogy a püspök megváltoztassa a véleményét? Ez a nagy kérdés. Mit tegyünk ilyen helyzetben? Mi Isten akarata, mikor cselekszünk jót? Nekünk, reformátusoknak is úgy gondolom, testvéri kötelességünk és feladatunk, hogy imádkozzunk katolikus testvéreinkért, mert ez egy nagyon nagy próbatétel, és nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a vége, hová fog ez fajulni. Imádkozunk a Szentlélek erejéért, hogy megtartsa a közösség erejét, és ne hulljon szét, ne szakadjon pártokra a katolikus közösség. Ugyanakkor mindez egy nagyon fontos kérdésre is rámutat, testvéreim. Mégpedig arra, hogy amikor döntéseket hozunk az életünkben, akkor hogyan tudjuk meg, hogy melyik út a helyes út? Melyik az Isten akarata szerinti út? Másképpen fogalmazva, az a örök kérdés, ami minden keresztény ember szívében ott feszül, hogy hogyan tudom meghallani, megismerni Isten akaratát, hogy jól cselekedjek, hogy jól cselekedjek. Ez a kérdés bennünk is ott van, életünk bármely helyzetében. Legyen szó egy próbatételről, lelki-testi próbatételről, betegség, gyász, megpróbáltatások, vagy egyszerű hétköznapi döntéshelyzetekről, amikor el kell döntenünk, hogy melyik úton járjunk, ezen vagy amazon, melyik munkát vállaljuk el, ezt vagy azt, bármilyen döntés helyzetben. Ott feszít a kérdés, mi Isten akarata, és hogyan tudom ezt meghallani? Mert hát Isten akarata szerint szeretnék döntést hozni. Mai alapigényben tanít bennünket, mennyei atyánk. Tanít arra, hogy hogyan tudjuk meghallani Isten akaratát, és hogyan tudunk engedelmesek lenni ehhez. És tanít az ige arra is, hogy bizony nagyon vékony az a határvonal, amely elválasztja Isten akaratát a saját emberi vágyainktól és akaratunktól, és nagyon könnyen becsaphatjuk magunkat, azt gondolván, hogy Isten akaratát cselekesszük, miközben a saját vágyaink motiválnak minket. Az Újszövetség ige szakaszt Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből hallhattuk. Azt mondja az apostol, okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Az apostol Isten akaratának tökéletes megismerésére hívja a római gyülekezetet, és ma persze bennünket is. 2000 évvel ezelőtt a Rómában élő keresztényekről már tudjuk, múlt héten is innen volt az alapigénk a római levélből, megtudtuk azt, hogy bizony ez a keresztény közösség az akkori világ, mondjuk így fővárosában, nagy kihívásokkal küzdött. Róma, mint a kultúra, a vallás, illetve a kereskedelem központja és a birodalom központja nagyon nyomást helyezett a keresztény közösség életére, és bizony nem volt mindegy, hogy ez a keresztény közösség hogyan és mit cselekszik. Egy rossz mozdulat, egy rossz döntés, egy elhibázott cselekedet, akár az egész gyülekezet létét veszélyeztette. Kiélezett helyzetben érték minden napjaikat.
Mert egy környezetben, egy világvárosi, egy birodalmi környezetben kellett megérni a hitüket. Pál apostol Isten akaratának tökéletes megismerésére hívja őket. De nem csak azért, hogy ez a közösség biztonságban legyen, hogy ne mondjanak, vagy ne tegyenek olyat, amivel esetleg kivívják a birodalom haragját és bosszúját. Nem csak a testi biztonságuk, a fizikai biztonságuk miatt mondja ezt, hogy Isten akaratához igazítsák, sőt, elsősorban nem is emiatt, hanem főképpen a lelki üdvösségük miatt. Az a világvárosi hatás, amiben ők éltek, könnyen tévútra vezethette a keresztény ember hitét. És ezért intés tanítja és figyelmezteti a gyülekezetet az apostol, hogy Isten akaratára figyeljetek. Ismerjétek meg azt tökéletesen. Nem a biztonság, nem a jólét az, amire elsősorban Isten akarata bennünket vezet. Gondoljatok testvéreim arra, amikor Jézus gyógyított, mindig kihangsúlyozta azt, hogy ő nem azért jött, hogy jól lakassa az embereket, a népet. Nem azért jött, hogy meggyógyítsa a testet elsősorban. Ő elsősorban azért jött, hogy a lelkünket meggyógyítsa. Hogy helyreállítsa Istennel való kapcsolatunkat. Hogy az üdvösség ajándéka a miénk legyen. Ezért, amikor Isten akaratára figyelünk az elsősorban, nem a fizikai jólétünk, nem a fizikai biztonságunk miatt kell Isten akaratára figyelni. Nem azért intette Pál a rómaiakat, hogy nehogy haragot keltsenek a környezetükben, hanem a lelki biztonságunk, a lelki megmaradásunk miatt kell Isten akaratára figyelni. Isten akarata elsőrenden és főképpen a mi üdvösségünkre irányul. Hogy mi megmaradjunk azon az úton, amin Krisztus jár előttünk. Hogy végig tudjuk ezen az úton haladni egészen a célig. Azért fontos ezt hangsúlyozni, testvéreim, mert sokszor, amikor azzal a kérdéssel fordulnak hozzám, hogy tiszteletes úr, mondja már meg, hogyan lehet meghaladni Isten akaratát, hogyan tudom én tisztán megérteni az Úr akaratát, akkor sokszor nem a lelki üdvösség kérdése kerül napirendre, hanem valamilyen anyagi, emberi vágyaktól fűtött kérdés. Amikor döntés helyzetben vagyunk, akkor sokszor olyan döntések előtt állunk, hogy most mi az, ami nekem jó? Mi az, amiből hasznom van? Mi az, ami nekem az érdekem? És így kutatjuk Isten akaratát. És csodálkozunk, hogy nem halljuk Isten akaratát. Mert Isten akarata elsősorban a mi lelkünk üdvéért fogalmazódik meg. Isten akarata a mi lelkünk biztonságát, megmaradását szolgálja. És olyan kérdésekben keresünk tőle választ, amíg nem a lelki üdvünket szolgálja, akkor bizony zavarba vagyunk. De nem csak a kérdés hoz bennünket bizonytalanságba, hanem ez rámutat arra is, hogy a mi szívünkben ott valami más is van. Valami vágy. Valami emberi vágy, valami önző kívánság, amely mellékessé teszi a lelki kérdéseket. És a legjobban éppen az ószövetségi igény mutat rá erre, testvéreim, Bálám története. Ál, mint Bálám szamara, ismerjük ezt a közmondást, hát ebből a bibliai ószövetségi történetből van ez a szólásunk. Bálám egy Mezopotámiában élő varázsló volt, igéző. És Bálák, a Moab király fordul hozzá segítségért, mert megijedt a Moab király, hogy Izrael népe, akik éppen Egyiptomból szabadultak meg, felsorakozott előttük, és fél, hogy az emóriak sorsára jut, hogy őket is Izrael népe le fogja rohanni és győzni fog. És ezért Bálák király Bálám varázslóhoz fordul segítségért, jöjjön el, átkozza már meg Izrael népét, mert ha megátkozza, akkor biztos, hogy ő tud győzni felettük. A történetben azt olvassuk, hogy Bálám helyesen Istenhez fordul tanácsért. Mit tegyen ezzel a kéréssel? Másképpen fogalmazva, Bálám Isten akaratát fürkészi. Uram, mi a te akaratod ebben a helyzetben? És Isten határozott választ ad Bálának. Azt mondja, hogy ne menj el. Ne menj el, ne átkozz meg Izrael népét, mert ez a nép áldott nép. Mi tudjuk, hogy miért, hiszen a választott nép ez.
A moábi követek csalódottan térnek vissza, de a király Bálák nem nyugszik bele ebbe a válaszba, és magasabb rangú követeket küld újból Bálámhoz, és még nagyobb jutalmat helyez kilátásba, hogyha teljesíti a kérését. És Bálám újra megkérdezi Istentől, másodszorra kérdezi meg Istentől, hogy mit tegyen. És Isten ekkor már azt mondja neki, hogy jó, menj el, de csak azt teheted, amit én mondok neked. És olvassuk az igében, hogy Bálám felnyergeli a Szamarát, és elindul. És ami érdekes, a következő versben meg már azt olvassuk, hogy Isten haragra gerjed, mert hogy Bálám elindult. Értetlenül állunk az eset előtt. Észre sem vettük, hogy Bálám már nem Isten akaratát követi, hanem a saját emberi vágyát. Nagyon vékony a határ, testvéreim. Nagyon vékony a határ Isten akarata és az emberi akarat között. Nagyon könnyen be tudjuk magunkat csapni, azt gondolván, hogy Isten akaratát teljesítjük, holott közben a saját vágyaink, a saját kívánságaitól fűtve cselekszünk. Mert mi történt itt Bálám esetében? Két fontos információt ad elénk az ige. Az egyik az, hogy még nagyobb rangú követeket küld a király Bálámhoz. Magyarul a hiúságának kedvez. Bálám hiúságát erősíti az, hogy ő egy ilyen fontos személy, hogy a Moáb király csak tőle tud várni segítséget. Másrészt pedig azt is olvassuk, hogy még nagyobb vagyon helyezett kilátásba a király, ha teljesíti. A pénz. Megint csak a pénz. És bár látszólag Bálám tiltakozik a pénz ellen, azt mondja, hogy még a világ minden pénzért sem csinálhat más, mint amit Isten akar, de mégis azt látjuk, hogy letért Isten akaratáról, arról az útról, amit Isten kijelölt. Mert már emberi döntést hozott. Isten megharagudott rá. Nagyon könnyű, testvéreim, letérni a helyes útról. Nagyon könnyű a saját emberi vágyaintól fűtve cselekedni, még úgy is, hogyha azt gondoljuk, hogy az Isten akarata. Gondoljunk csak Pál apostolra. Saulként üldözte a keresztényeket. Végig meg volt győződve arról, hogy ő Istennek tetsző módon cselekszik. Hogy ő Isten akaratát szolgálja. És csak amikor Krisztussal találkozott a damaszkuszi úton, akkor döbbent rá arra, hogy ő nem jó úton van. Ő az emberi akaratoknak engedelmeskedett, nem Isten akaratának. A főpapok, a farizeusok, meg mindenki más akaratának, csak éppen Isten akaratának nem. És ez a lényeg. Éppen Pál apostol példája mutat rá arra, testvéreim, hogy Isten akaratát csak úgy tudjuk megérteni, ha Krisztus van a szívünk középpontjában, és semmi más. Ahogy Pál Krisztussal való személyes találkozásában döbbent rá arra, hogy addig helytelen úton jár, és mi Isten akarata az ő életére nézve, ez a mi életünkre is igaz. Krisztussal való személyes találkozás, Krisztussal való élő hit az, amely lehetővé teszi számunkra azt, hogy Isten akaratát megértsük. És éppen ezért az ige most tükröt tart elénk Bálám képében, hogy mérlegre tegyük az Istennel való kapcsolatunkat, a Krisztussal való kapcsolatunkat. Ha én úgy gondolom, hogy nem értem Istenet, nem tudok döntést hozni egy élethelyzetben, ha homályos az egész, akkor lehet, hogy itt belül a szívemben van valami zavar. Valami zavarja Krisztus. Nem csak Jézus van ott, hanem valami más is. Valami kimondatlan vágy. Valami hiúság. Valami álom, valami önző gondolat. Valami, amit még nem tisztáztam lehet magam előtt sem. És éppen Bálám története mutat rá arra, illetve Pál apostol szavai, hogy azért lehetünk ebben biztosak, mert Isten egyébként ki szeretné mondani, tudtunkra akarja adni az ő akaratát. Amikor Bálám megkérdezte Istentől, hogy mit tegyen először, akkor Isten válaszolt neki. És egy nagyon világos, határozott nemet kapott, amit nem lehetett félreérteni. És Pál apostol is, amikor azt mondja, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda magatokat,
élő szent áldozatul Istennek, hogy megtudjátok, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát, akkor ezzel azt fejezik, hogy igen, Isten akarata tökéletesen megismerhető. Isten nem egy rejtőzködő Isten. Isten nem úgy akarja rajtunk számon kérni az ő igazságát, az ő akaratát, a mi engedelmességünket, hogy kikutathatatlan az ő akarata. Éppen ellenkezőleg az ő akarata tökéletesen megismerhető. Csak ehhez Krisztusra van szükségünk. Arra, hogy egyedül és kizárólag Krisztus uralja a mi szívünket. Ezért is mondja Pál apostol az Efézusi levélben, úgy tetszett Istennek, hogy megismertesse bennünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett Krisztusban. Krisztusban jelentette ki Isten az ő titkát. Aki Krisztust ismeri, az megismeri Istent. Aki Krisztusra figyel, az Istenre figyel, és megtudja, hogy mi az ő titka. Megtudja, mi az ő akarata, mit kell tennünk ebben az életben. Amikor Isten akaratát kutatjuk, sokszor ott hibázunk, hogy engedjük, hogy emberi vágyaink, gondolataink és érzéseink befolyásolnak bennünket. Akár a katolikus testvérek esete is rámutat arra, hogy itt az emberi érzelmek dominálnak, és sokszor ezek az emberi érzelmektől fűtve keressük, kutatjuk Isten akaratát, és csodálkozunk, hogy nem halljuk. Csodálkozunk, hogy nem értjük. Olyan ez, mint amikor begerjed a hangszóró, mert közel van hozzá egy mobiltelefon. A mi emberi vágyaink, kívánságaink ilyen gerjesztően hatnak, és zavarják a vétel, zavarják Isten akaratának a meghallását, megismerését. És ezért a legfontosabb nekünk testvéreim az, hogy megtisztítsuk a lelkünket. Amikor egy döntés helyzetben vagyunk, amikor azon hezitálunk, hogy jobbra vagy balra menjünk, hogy ezt tegyük, vagy éppen azt tegyük, akkor meg kell üresíteni a szívünket, a lelkünket minden tisztátalanságtól, minden emberi vágytól. Őszinte bűnbánatot kell tartani, és kérni kell a Szentlélek erejét, hogy segítsen megismerni Jézus Krisztus nevében, segítsen megismerni Isten akaratát. És ami különleges, már azt mondtam, hogy Isten akarata elsősorban a mi lelkünk üdvéért van. Hogy amikor az ő akaratát kutatjuk, akkor az a mi lelkünk üdvéért kutassuk, hogy megmaradjunk azon az úton. Hiszen mindegy, hogy egészségesek vagyunk, vagy betegek vagyunk, Isten mind a két élethelyzetben velünk van. Bárhogy is, bármilyen döntést is hozunk az életünkben, ha ilyen vállalkozásba kezdünk, vagy amolyanba, Isten itt is velünk lesz, és amott is velünk lesz. Isten akarata, ami üdvösségünket szolgálja. De, itt jön egy de. De bármilyen kérésünkkel fordulhatunk Istenhez. Mert ő egy szerető atya. A legapróbb, csip-csup ügyeinkkel is fordulhatunk felé. Uram, segíts a döntésben, hétköznapi dolgokban. Mert az Úr szereti, ha tőle kérünk tanácsot. Mert az Úr azt szeretné, hogy ráfigyeljünk minden nap. Ne csak életünk nagy és meghatározó helyzeteiben, döntéshelyzeteiben, hanem az életünk minden percében, pillanatában. Ezen az útról jobbra forduljak, vagy a következő mellékúton menjek jobbra. És Isten segít nekünk az ő szent lelkével. Jézus Krisztus érdeméért velünk van minden nap. És bármilyen kérésünket megfogalmazhatjuk felé. És ő teljesíti. És irányít, és felfedi az ő akaratát, és megmutatja, hogy mi a helyes irány. Mindezt Jézus Krisztusnak köszönhetjük, mert ő állította helyre Isten és ember kapcsolatát, mert ő hordozta el helyettünk bűneink terhét, és ő benne és ő általa lehetünk olyan emberek, akik atyának szólíthatjuk a Teremtő Istenünket. Isten nem egy rejtőzködő Isten. Ne gondoljátok azt testvéreim, hogy ő nem akarja felfedni előttetek az akaratát. Éppen ellenkezőleg, tökéletesen felfedi azt Jézus Krisztusban. De ehhez krisztusi hit, krisztusi engedelmesség, hűség kell, és a Szentlélek ereje. Ám nincs más dolgunk, mint kérni a Szentlélek erejét. És áldott legyen az Úr neve,
most és mindörökké, amiért lehetővé tette számunkra, hogy teremtményként kikutassuk Isten akaratát tökéletesen. A Szentlélek segítsen abban bennünket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként, élő szent áldozatként tudjuk odaszentelni magunkat az Atyának, hogy mindig, minden helyzetben tökéletesen tudjuk az ő akaratát. Ebben legyen segítségünkre a Szentlélek. Amen. Gyertek testvéreim, egy csendes percben egyéni imáinkat fogalmazunk meg válaszképpen az ő üzenetével. Drága Jézusunk, köszönjük neked, hogy szóltál hozzánk ma évén keresztül. Urunk, köszönjük neked, hogy tükröt tartasz elénk, és rámutatsz arra, hogy bizony milyen sokszor gondoljuk azt, hogy a te akaratodat követjük, holott belső emberi vágyaink hajtanak bennünket. Urunk, segíts őszinte bűnbánatot tartani. Segíts, Urunk, felismerni lelkünkben azokat a gátló tényezőket, emberi gyarlóságokat, amelyek elhomályosítják látásunkat, és süketté teszik fülünket, hogy meghalljuk és meglássuk a te akaratodat. Kérünk, Urunk, könyörülj rajtunk, és segíts szent lelked erejével megújulni, hitben megerősödni, hogy mindig életünk minden helyzetében a te akaratodnak engedelmeskedjünk. És Urunk, kérünk szent lelked erejét ahhoz is, hogy elhordozhassuk azt a keresztet, amit ránk, amit nekünk szántál. Köszönjük, Urunk, hogy legyen szó egészségi állapotunkról, akár erőben, akár erőtlenségben, akár gyászban, akár örömben, de mindig ott vagy velünk. És tulajdonképpen nem az a kérdés, hogy most mit csináljunk, hanem az, hogy hogyan csináljuk, hogyan éljük meg a veled való kapcsolatot. Ezért segíts, Urunk, amikor a te akaratodat fürkészünk, mindig arra figyelni, hogy mi a helyes, mi az, ami neked tetszik. Hogyan cselekedjünk, hogyan lehetünk hű tanítványaid, hogyan maradhatunk abban az élethelyzetben is hű tanítványok. Kérünk, Urunk, imádkozunk most a katolikus testvéreinkért. Nagy próbatételben vannak most ők. Nem értjük a helyzetet. Mindenfajta gondolat cikázik ilyenkor az ember fejében. Nem tudjuk, mit gondoljunk. Urunk, te légy az, aki békességet adsz a gyülekezet életére és a lelkipásztor számára is. Te add szent lelked békességét, és nem mutass utat, hogy egy ilyen helyzetben is, ami lehet emberileg nézve nem tetsző, de ha te akaratod, Urunk, akkor segíts ebben békességre találni. Segíts meglátni, hogy mit tegyenek keresztény testvéreink. Imádkozunk értük, hogy megmaradjon a gyülekezet egysége, a békessége, a szeretete, és továbbra is úgy tudják hirdetni a te neved dicsőségét, hogy az neked is tetsző legyen. Urunk, imádkozunk gyülekezeti közösségünkért. Add, hogy egy olyan élő hitű közösség legyünk, ahol mindenki és mindannyian együttvéve a te neved dicsőségét hirdetve a te akaratodban járunk. Segíts, Urunk, egymást támogatni, egymást segíteni, hogy az erőtlent az erős felkarolja, és hogyha valaki esetleg letér erről az útról, akkor őt szeretettel tudjuk támogatni, irányítani, visszavezetni te hozzád. Urunk, adja ez erőt nekünk. Áld meg gyülekezetünk lelki épülését, és áld meg a templom építésünket is. Add, Urunk, hogy minden rendben történjen, és szépen a te neved dicsőségére felépülhessen templomunk, és birtokba is vehessük azt minél előbb. Urunk, kérünk, szent lelkeddel maradj velünk, most és mindörökké. Most mondjuk el az Úr Jézustól tanult imát. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást hirdetem, amely Isten iránti hálánk és a belévetett bizalmunknak egyik eszköze. Az ige így szól, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg is a hirdetéseket. Mindenek előtt megváltó Krisztusunk szeretetével köszöntöm azokat, akik most van, akik először gyülekezeti közösségünkben Isten hozta,
És köszöntöm azokat is, akik már régebben voltak, Isten hozta önöket és a gyászoló családot is köszöntöm. Ugyanis halottaim vannak, testvéreim, szomorú szívvel hirdetem, hogy elmúlt héten kétszer is Ravatalnál álltunk. Először először kedden álltunk Ravatalnál, Csömörön, 14 órakor, amikor is a kolozsvári születési Szilágyi Rozáliát kísértük utolsó földi útjára, 72 éves korában szólította magához, mindenért teretületet. Másodszor pedig szerdán álltunk Ravatalnál, 11 órakor a Főnix sírkertben, ahol is Szatmári Sándortól búcsúztunk, akit 69 éves korában szólított magához, mindenünk teremtőatja. A gyászoló családban Isten szent lelkének vigasztalása, az Úr adjon erőt és megújulást a gyászterhe alatt is. Hirdetem a testvéreknek, itt van a november 19-i dátum, ide ugrott a tekintetem. November 19-én lesz a következő tanítványképző kurzusunk. Tehát jövő héten kedden nem lesz, ugyanis egy háromnapos lelkészi csendes hétre megyek, szerdán jövök onnan vissza. Éppen ezért a keddi tanítványképző is elmarad. A kedd és a kedd délelőtti bibliaóra viszont csütörtökön délelőtt lesz megtartva. A megbeszélt időpontban 10 óra 30-kor. Köszönöm szépen a segítséget. November 19-én lesz tehát a következő tanítványképző, amire szeretettel hívom a testvéreket. A kinti fali újságon a hirdető táblára már kitettem az út következő témákat. Két hét múlva kedden az imádság erejéről fogunk beszélgetni az ige tükrében. Szó lesz a liturgikus imákról, a szabad imákról és még a kimondatlan imákról is. Szeretettel hívom erre az alkalomra és a testvéreket. Hirdetem a testvéreknek, hogy november 17-től jövő hét vasárnaptól december 4-éig hirdetjük meg most a karácsonyi adománygyűjtésünket. Igen. Azért ilyen korán, hogy még időben eljutathassuk a cél személyekhez, célcsaládokhoz. Ahogy az eddigi években és most is a településünkön élő rászoruló családok mellett a kárpátaljai magyar családok megsegítését is szeretnénk adományainkkal támogatni. Így kérjük a testvéreket is, hogy vegyenek részt ebben. A református szeretett szolgálat fogja majd az adományaikat kiszállítani. Tehát november 17-től december 4-éig várjuk. Leginkább tartós élelmiszert várnak. Fölsoroltam, igen, tartós élelmiszer, pelenka, gyógyszer, tisztítószer, játék, édeség, ilyenekre lehet gondolni, és ilyeneket lehet hozni. Aki hozna adományokat hétköznap, azt kérem, hogy telefonon először engem hívjon fel, velem egyeztessen időpontot. Hirdetem a testvéreknek az egyház fenntartói járulék megfizetését, az a következő, igen. Új csekkek készültek, sárga csekkek, a persen elé elhelyeztük. Lehetőség van az egyház fenntartói járulék megfizetésére, de személyesen, akár itt az Isten tiszteleten, banki utalással, sárga csekken is. A persen mellett van egy rövid tájékoztató és az egyház fenntartói járulékról. Ugye ez a járulék, ez a személyes áldozatunk Isten egyházáért, a keresztény misszióért, tulajdonképpen azt a missziót támogatjuk ezzel, aminek átvitt értelemben mi is a hitünk, hitrejutásunkat köszönhetjük. Hirdetem a testvéreknek az adománygyűjtést, templomunk belső eszközeire hirdetett adománygyűjtést, köszönjük az eddigi felajánlásokat. A kávéte, a adományokat a Nyilasmisi ösztöndíjra gyűjtjük most januárig, hátrányos helyzetű, de tehetséges fiatalok több hónapon keresztül történő támogatás szorgalmazza ez az ösztöndíj. És hirdettem a szeretett vendégség szolgálatot is, illetve az igéskártya szolgálatot is. A mai alkalommal édesanyám Lipcsei Edit készült egy kis finomsággal, az én egyik kedvenc sós süteményemet készítette, ezt ezúttal is köszönöm neki, illetve teával készültünk még mi is mellette. Köszönöm a figyelmet, Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk. Gyertek testvéreim, fennállva hallgassuk meg még egyszer azt az igét, amelyen keresztül szólt hozzánk mennyei atyánk.
Okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat, élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizze meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és záró énekünket énekeljük a 370. dicséret mind a három verszakát. A 370. dicséret valamelyik verszakát énekeljük. A 370. dicséret így kezdődik. Jöve el, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket.